Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Tisza 1 Televízió Látóhatár című magazinműsorát látják Ungvárról. Lássuk, mivel várjuk ma önöket. Továbbképzés a szorványban oktató tanárok részére, a Kárpátok között kiépített védelmi rendszer, az Árpád vonal története. Ha tehetik, tartsanak velünk! Kárpátalján közel 2000 olyan gyerek van, aki a szorványban valamilyen formában tanulta a magyar nyelvet. A szorványban oktató tanároknak a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség rendszeresen tart továbbképzéseket. Legutóbb Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán szervezett a KMPS konferenciát, ahol a vasárnapi iskolák helyzetéről és az iskolaválasztás nehézségeiről is beszéltek. A szorványvidéken élők egyik legnagyobb problémája, hogy nincs közösségi élet a végeken, állapították meg a szakemberek. Kárpátalján az elmúlt évek ukránosítási folyamatai és az asszimiláció miatt egyre több régió település tartozik a szorványvidékhez. Rahó, Körösmező, Szolyva után most már a szőlősi járás több falva, például Királyháza, Tekeháza, Fekete-Ardó, Fancsika és Mátyfalva is erőteljesen szorványosodott. Úgy gondolom, hogy azok a helyek szorványok, ahol már az ottani magyar közösség nem tudja érdekeit kellőképpen megfogalmazni és érvényesíteni. És ilyen közösségeknél gyorsan elkezd összeomlani az a magyar intézményrendszer, ami esetleg korábban az ott élőket szolgálta. A szorványban az anyanyelvű oktatás az egyik legfontosabb megtartó erő. A szakemberek szerint ezért fontos, hogy a magyar óvoda után anyanyelvű iskola hiányában a magyar gyerekeket vasárnapi iskolákban oktassák. Bustyaházán heti két alkalommal tartanak magyar órákat, valamint szabadidős és kulturális programokat is szerveznek a családoknak. Annyira vágyakoznak arra, hogy akkor, hogyha nincs is mondjuk például egy stabil magyar oktatás, de azért azt a kis magyarság tudatukat mégiscsak valami éleszti. És a táncházon is részt vettek, és rengeteg ember összegyűlt. Tehát ez ekkor mondtuk azt, hogy na, akkor mégiscsak van értelme ennek a munkának. Mi nem csak a gyerekek között, de a szülők között is dolgozunk. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség szakemberei szerint fontos, hogy a szorványban oktató magyar tanár ne csak az iskolában végezze munkáját, hanem az oktatási intézmény falain kívül is közösségépítő tevékenységet folytasson. Körösmező, amely a legtávolabbi magyar település, a 2001-es adatok szerint, népszámlálás adatok szerint 10,1% ember vallotta magát, szóval százalék, 10,1% vallotta magát magyarnak. Képzeljék el, Ungváron 6,% Munkácson 8%, tehát több magyar él ott, mint Ungváron vagy Munkácson. Csak meg kell találni ezeket az embereket, és közös zsúrokat rendezni, tea délutánokat, nem tudom én, magyar bált, vagy valamilyen magyar napokat, tehát azoknak, akik tőlünk elmennek az alföldi részből, a több magyarságba ilyen helyre tanítani, ezt is fel kell vállalni, hogy egy kis magyar életet, egy kis magyar szigetet teremteni. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség adatai szerint a megyében közel 2000 olyan gyerek van, aki valamilyen formában a szorványban tanulta a magyar nyelvet. A gondot különösen az jelenti, hogy a családban már nem használják a nyelvet. Tehát hiába a felmenők magyarok, a magyar nyelv megmarad csak az iskolára. És én sokszor úgy érzem, hogy talán a pedagógusok is szívesebben beszélnek egymás közt ukránul, és ez sajnos rányomja a bélyegét az egész oktatásra. A magyar szorványoktatás egyik meghatározó tényezője, hogy az ukrán szülők egy része is a magyar iskolába, vagy a magyar csoportba iratja a gyermekét. Erre az elmúlt több mint 20 évben többnyire akkor volt példa, amikor a magyarság elismerése és a magyar nyelv presztízse emelkedőben volt. Az aranykor a Kárpátalján a szorvány oktatásnak az a rendszerváltás pillanataiba volt a 90-es évek elején, amikor Magyarország egy nagyon perspektívus, nagyon erős európai államnak tűnt. És amikor mély ponton volt, s alig tudtunk csoportokat verbúválni, az a periódus volt mindig, amikor éppen az ukrán állam az erőteljes, nacionalista, nemzetépítő monolit állampolitikáját bevezette valamiféle törvénnyel, korlátozással. Kárpátalján a magyar oktatás újraindítása a szorványban 10 évvel ezelőtt kezdődött. A megyében jelenleg a KMPS és a Történelmi Egyházak szervezésével több mint 50 pedagógus közel 800 gyereket oktat magyarul.
közös mindenek előtt egy igen konkrét szakmai tartalom. A Szapienci Egyetem kolozsvári karán média szak működik. Így indokolta az egyetem dékánja a médiatér konferencia megszervezését, amelyen a Kárpát-medencei televíziós és rádiós újságírók mellett a kolozsvári médiaszakos hallgatók is részt vettek. A kétnapos rendezvényen a Kárpát-medencei külhoni média műhelyek is bemutatkoztak. A közmédia vezetőjének előadásával kezdődő konferenciát Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes videóüzenetben köszöntötte. Végre egységben látják a Kárpát-medence magyarságát, és nem valamilyen szétszakított szegmense a külhoni magyarság az egyetemes magyarságnak. A külhoni magyarság híreinek a magyar hírek integráns részeként kell megjelenniük a médiában, és ki kell terjedniük az élet valamennyi szegmensére, tette hozzá a miniszterelnök helyettes. Németh Zsolt a külügyminisztérium politikai államtitkára szerint az ország és a nemzet önrendelkezése szempontjából rendkívül fontos a külhoni magyar média, és a Kárpát-medencei médiumoknak hálózatszerűen kell működniük. Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy ezt a hálózatot, ezt minél inkább rendszerbe tudjuk szervezni az elkövetkezendő évben, években, hosszú távú célok érdekében, de olyan rövid távú célok érdekében is, mint mondjuk a mozgósítás az április 6-ai, illetőleg a május 25-ai választásokra, ami különös aktualitást ad ennek a konferenciának. A 2010-re teljesen szétzilált külhoni magyar tudósító hálózat mára már újra szerveződött. Anyagaik pedig ma már nem gettószerűen, hanem a közmédia műsoraiba szervesen beépülve jelennek meg, mondta előadásában Szabó László Zsolt, az MTV-a megbízott vezérigazgatója. Ma már 69 tudósítói pont van a Kárpát-medencében. Szeretnénk azt, hogyha az egyes média műhelyek valóban több funkciósá tudnának válni, tehát televíziósok rádióznának, rádiósok esetleg televízióznának, és kiegészítenék mindezt még a hírügynökségi tevékenységgel is. Itt a képzés nyilván sokat segíthet majd, tehát ez nem egy rövid távú feladat, de hosszabb távon ebben az irányba kell elmozdulnunk. Az állampolgároknak igenis joguk van a tájékozódáshoz. Gazsó L. Ferenc, az MTI ZRT vezérigazgatója szerint az elmúlt években teljessé vált a hírügynökség Kárpát-medencei tudósító hálózata. Nek a műhelyeknek egyenrangú szerepük van a közmédiában, és ezen van a hangsúly. Tehát nem valamiféle karitatív segítő tevékenység ez a magyar közmédia részéről, hogy a határon túli szellemi műhelyekkel kiépítettük a kapcsolatot. Egyébként óriási eredménynek tartom azt, hogy 3 év alatt teljes lefedettségűvé vált a tudósító hálózat. Balogh László, a közszolgálati közalapítvány kuratóriumi elnöke szerint nem létezik közszolgálati magyar újságírás a külhoni magyar újságírók nélkül. Munkájuk pedig nem lenne eredményes a 2010-ben indult nemzetegyesítő stratégia nélkül. Mi nem csak a közmédián keresztül, nem csak üzenni szeretnénk a magyar álláspontot a határon túl élők felé, hanem szeretnénk, hogyha az ő hangjuk is megjelenne ugyanígy. Sőt, szeretnénk, hogyha Kolozsvár hangja megjelenne Újvidéken, akár a mi közvetítésünk nélkül is. Nagyon fontos a hiteles híradás. Az MTV-a ungvári tudósítói a kárpátaljai közhangulatról is beszéltek a Kolozsváron zajló médiatér konferencián. A stábok testközelből követték és közvetítették végig az elmúlt hónapok történéseit, olyan körülmények között, amikor az ukrán közszolgálati média igyekezett félretájékoztatni a lakosságot az országban folyó eseményekről. Nagyon kiemelt szerepe van jelen pillanatban a közszolgálati televízióknak, a közszolgálati csatornáknak, mégpedig azért, mert minket elismernek már az ukrán csatornák is, az ukrán szerkesztő kollégák, illetve tudják, hogy mi voltunk az egyetlen hiteles hírforrás Kárpátalján ezekben a nehéz időkben. A médiatér külhoni műhelyek szerepe a Magyar Közmédia Stratégia Alakításában című konferencia második napján a Kárpát-medencei média műhelyek mutatkoztak be. Ez tanulságos szolgált mindenkinek. Nekem is adott esetben azért, hogy láttam, hogy van, aki nálunk, hogy úgy mondjam, rosszabb helyzetben van, de azt is észrevettem, hogy van, aki sokkal jobban dolgozik. A konferencia szervezői szerint a magyar közszolgálati média feladatai nem érnek véget az ország határoknál. A külhoni magyarság értékeinek be kell épülniük az alakulóban levő egységes Kárpát-medencei médiatérbe. Most pedig tekintsék meg az Árpád vonalról szóló filmünket. Felhívom kedves nézőink figyelmét arra, hogy a következő filmet ukrán nyelvű felirattal láthatják. Sorsára hagyott vasbetonbunkerek, ma már alig látható futóárkok. Sok helyen csak ennyi maradt a Kárpátok hegyei között kiépített védelmi rendszerből,
amit a Magyar Királyi Honvédség hozott létre az 1940-es évek elején. Az Uzsoki hágótól a Székelyföldig mintegy 600 km hosszan húzódott. Ebből 250 km Kárpátalján. A Magyar Királyi Honvédség három védelmi vonalat épített ki a keleti határvidéken 1940 és 44 között. Erre azért volt szükség, mert miután Magyarország visszakapta Kárpátalját és 1939-ben kitört a II. Világháború, az ország a Szovjetunióval lett határos. A magyar hadvezetés ebből az irányból számított támadásra, ezért szükségszerű volt a határok megerősítése Galícia felől. Korábban a Nagy-Magyarországot a Kárpátok hegyláncai vették körül, és már korábban is tapasztaltuk azt, hogy különböző völgyeket lezártak, tolaszokat készítettek az ellenséggel szemben, és mivel a várató ellenség kelet felől érkezhetett, és másod Magyarországon nem is volt olyan hely, ahol lehetett volna nagyfajta erődrendszert építeni, emiatt az Árpád vonal, ugye Kárpátokra kezdve egészen lesz Székelyföldig épült meg a II. Világháború elején. Hárosi Teofil ezredes tervezte, aki rendkívül nagy képességű hadmérnök volt, körbejárta az összes erődrendszert, a Maginó vonalat, a belga erődrendszert, Károly vonalat, tehát tapasztalatokat szerzett, és úgy döntött, hogy végül is egy olyan modern rendszert épít, ami nem betonbunkerekből áll, hanem olyan kisebb erődökből, akadályokból, amely nem azt kifejezte, hogy végül is egyetlen erőd sem bevehetetlen, hanem csak az a célja, hogy feltartóztassa minél hosszabb ideig az ellenséget. Az Árpád vonalat nem vették be, hanem amikor ugye Románia átállt a szovjet oldalra, akkor ugye megkerülték a Kárpátok hegyláncát, és amikor már a csapatok, a szovjet csapatok kb. Debrecennél jártak, akkor kezdődött meg az Árpád vonalnak a tervszerű kiürítése. Az első védelmi vonalat a magyar határ előtt építették ki, általában 30 és 70 kilométeres mélységben. Ez volt az előretolt Hunyadi állás. A védelmi sávot a támadás várható hadműveleteinek irányában hozták létre az utak mentén. Fő feladata a szovjet támadóerők lelassítása, megbontása volt, hogy túlerejével ne tudjon menetből teljes erővel a fő védőövre zúdulni. Az 1000 éves határon épült meg a következő védműrendszer, a Szent László állás, amely tüzelőállásokkal, géppuskafészkekkel zárta le az utakat és a magas hegyeken átvezető átjárókat. Ennek feladata az volt, hogy közvetlenül az Árpád vonal előtt ismételten szétbontakozásra, a támadás újra szervezésére késztesse az ellenséget. És végül a magyar határokon belül, mélyebben a hegyek között futott és a védelem gerincét alkotta az Árpád vonal. A Hunyadi állásban már feltartóztatják őket, majd amikor megérkeznek, amit aztán nagy nehézségek árán, de sikerül áttörniük, megérkeznek a Szent László állásba, itt is ugye védelembe ütköznek, és van egy érdekessége ennek, ugyanis megérkeznek, hát gondoljunk bele, mekkora csapattestekkel kellett, hogy mozogjanak, és hát ezek után muníciót is kellett, hogy vigyenek, ezek jellemzően teherautókkal érkezhettek, vagy esetleg lovasszekerekkel is, de megérkeznek ide, megpróbálják áttörni, de nem sikerül itt a Tatárhágónál áttörni, és megpróbálják őket megkerülni. És azt látják, hogy sikerül, megy, ahogy mennek körbe rajta, egyre inkább körbe tudnak menni, és nem értik, hogy mi az, hogy ilyen gyenge a védelmi rendszer, meg nem erősített részeket találnak, és bekerülnek mögéjük, milyen jó, majd mögéjük kerülnek, vissza tudnak támadni. Igen ám, csak hogy ettől kezdve ők egy harapófogóba, vagy egérfogóba kerülnek, hiszen a hátuk mögött is ott lesz a védelem, és bent már körösmezőnél is ott van a védelem, és hol van a muníció. Elfogynak idővel a lőszerek, a muníció viszont kint van egészen a Tatárhágón mögött bőven. Hát és így aztán nagyon sok támadás sikerül is visszaverniük. A leírásokból azt tudjuk, hogy ezek a balassagyarmati fiúk, akik körösmezői völgyzárat vették, ezek 47 alkalommal verték vissza 3 hét alatt a szovjet ellenséges erőket. Az Árpád vonal gyakorlatilag egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó völgyzárakból állt.
Mindegyik külön egységet alkotott, amelyben általában 300 katona teljesített szolgálatot. Kárpátalján az Árpád vonal legnagyobb erődrendszere a Tisza forrásától följebb, Körösmezőnél található. Itt zajlottak a legjelentősebb ütközetek a szovjet csapatokkal. De vajon mit őrzött meg az emlékezet a hasonló 20. századi hadi védelmi rendszernél tökéletesebb Árpád vonalról? Csak a legyőzöttek nosztalgiája misztifikálja nagyságát, vagy a győztesek is elismerik jelentőségét? Hogyan hasznosul ma a bunkerrendszer? Legalábbis az, ami megmaradt belőle. Huszonkét magyar áldozata van a körösmezői harcoknak, néhány hetes harcnak, szemben a több mint 2000 szovjet áldozattal. Ez nagyon jó mutatója annak, hogy az Árpád vonal rendszere milyen hatékonyan tudott működni. A mögötten lévő kis területen botokkal jelölte ki a vigyázók hadisírkutató egyesületnek munkatársai, hogy hol is lehetnek, hozzávetőlegesen hol lehetnek a sírok, hiszen amikor eltemették az áldozatokat, a katonákat, akkor fakereszteket helyeztek ide el, melyek hát az idő múlásával szépen lassan tönkrementek. Ebből a temetőből indulunk a körösmezői völgyzár felfedezésére. Kalauzunk Bíró András, aki jól ismeri a terepet. Nem csoda, hiszen idegenvezető, sokszor megfordult már itt. Emellett családi kötődése is van ezekhez a dombokhoz. A nagypapája is tagja volt annak a különítménynek, amely itt harcolt. Súlyos sebesülésekkel került innen haza. Előttünk a szovjetek által épített megbékélés emlékművet láthatjuk, mellette pedig Kárpátalja legmagasabb pontján fekvő Árpád vonal bunkerét 840 méteren. A bunkereket sejtszerűen építették fel, ami azt jelenti, hogy tűzvédelemmel látták el egymást, vagyis egymást meg tudták védeni. De a bunkerrendszernek az elsődleges célja mégis az, hogy ne egymást védjék, hanem a völgyet tudják védeni. És a nagyszerűsége ennek a rendszernek ez abban áll, hogy a bunkerrendszer nem úgy volt kitalálva, hogy csak védekezésre álljanak be, hanem védekezésre és támadásra. És ez volt a nagy ereje az Árpád vonalnak. A vasbetonból épült bunkereket futóárkok kötötték össze. Ezekben bármelyik kiserődöt el tudták érni a katonák. A megfelelő helyeken lövészárkokat vájtak a földbe. Ezekben ágyúnak, gránátvetőnek alakítottak ki tüzelőállást, vagy géppuskafészkeket készítettek. Magukból a bunkerekből csak ritkán nyitottak tüzet a katonák. Ezek leginkább a legénység számára jelentettek menedéket egy esetleges támadás vagy légi csapás idején. Innen akár ellentámadásba is lehetett lendülni. A futóárkok többsége mára beomlott. Néhány helyen azonban jól kivehetők. Így Körösmező közelében, a parancsnoki bunker körül, ahonnan jól lehetett követni a csataállását. Egyrészt a rendszerek közepén volt található a parancsnoki bunker, egyrészt másrészt méreténél fogva is ezt bizonyítja. És hát, hogy miért volt ez a közepén? A körösmezői részhez képest mindenképpen a középpontban van ez, és a másik pedig, ahogy tovább haladunk körösmezőről kifelé, egy szűkebb völgy körösmező külterülete felé, ott pedig egy másik bunkerrendszer található, ami szintén ugyanehhez tartozott. Azt nem tudjuk, hogy ez a bunker mikor robbanhatott fel, hogy magyarok robbantották fel kivonuláskor, esetleg a szovjetek már mikor megérkezett, de ennek köszönhetően látható az, hogy ezeknek a bunkereknek milyen erős a vasalásuk. Itt több sínt is lehet látni végig bennük. Ha itt a bunkeren körbe nézünk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon-nagyon sok lövészárok fut körbe, hiszen a bunkerekhez a közelben és a távolban lévő bunkerekhez is ez egy kapcsolatot is jelentett, valamint nagyon jól megfigyelhető az, hogy a lövészárkok mentén kialakított lőállások is láthatók, amelyekben ágyukat vagy nehéz tüzérséget helyeztek el. Ez adta a biztosítékot arra, hogy jól tudják védeni a völgyet. A
völgy Galícia felőli bejáratánál, a Tatárhágon, szállodák és magánházak szomszédságában megtalálhatók a Szent László állás maradványai. Azért használjuk ezt a kifejezést, mert csak az avatott szem képes felfedezni azt, hogy egykor itt katonai létesítményt építettek és használtak. Itt, ahol most állunk a Tatárhágon 930 méteres tengerszint fölötti magasságon, itt is a Szent László állásnak a lövészárkait, futóárkait láthatjuk. Valamint itt lent a völgyben látható az egykori országút, amit egészen az 1960, talán 63-ig használtak. Mögöttem lévő gödör nagy valószínűséggel egy faföld erődnek a maradványa lehet. Így látszik is belőle, hogy kihúzódik a lövészárok, a futóárok belőle. Ha egy körbenézünk ezen a területen, azt láthatjuk, hogy fákkal van benőve. Persze a 40-es években ezek a fák még nem voltak itt, ami azt jelenti, hogy innen nagyon jó kilátás nyílt az országból kifelé. A hármas védelmi rendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az Árpád vonalat nem sikerült áttörni a szovjet csapatoknak. Minden völgyet lezárt, ahol nagyobb létszámú csapatokkal, gépjárművekkel előre lehetett nyomulni. Jól példázza ezt a Szinevér melletti völgyzár. Az utat és a patakmedret is kiválóan lehetett védeni a magas domboldalakon kialakított lövészárkokból. Ezt a rendszert nemrég turista csalogató szándékkal felújították. Korlát jelzi az ösvényt, ahol föl lehet jutni az ikerbunkerhez vagy a figyelőállásokhoz. Némelyiket felújították vagy hozzáépítettek, hogy biztonságos legyen. A fa földerőt pedig eredeti pompájában tündököl, ha egyáltalán lehet ilyet mondani egy hadászati célú építményről. Az Árpád vonal megnevezés az talán egy kicsit megtévesztő is lehet, hiszen nem egy összefüggő vonalról beszélünk, hanem a völgyeknek a lezárása volt az elsődleges szempont, ahol is bunker rendszereket, 15-20 bunkerből álló rendszert alakítottak ki. A közbeeső szakaszok azok, mondhatnánk azt, hogy meg nem erősített szakaszok voltak, de ott mégis portyázó századok vehették fel a harcot a szintén portyázókkal. A bunkerek kiépítésénél, megtervezésénél már előre megfigyelték azt, hogy hogyan lehet belőni egyes területeket. Az Árpád vonal rendszerében géppuskákat, aknavetőket, páncéltörő lövegeket használtak. Ezek és mások segítségével olyan jól le tudták védeni a völgyeket, hogy egyetlen négyzetcentiméter sem maradt anélkül, hogy azt ne tudták volna belőni. A rendszernek ez is lehetett az erőssége. ...1944-ben Románia a Szovjetunió oldalára állt át. Ez megpecsételte az Árpád vonal sorsát. Az itt harcoló magyar csapatoknak vissza kellett vonulniuk, nehogy bekerítsék őket. Magára hagyták tehát a védelmi vonalat. A bunkerek egy kis részét sikerült felrobbantaniuk, nehogy az ellenség kezére kerüljenek. A szovjetek is elkezdték robbantgatni őket, de a vasbetonelemek ellenálltak a robbanóanyagnak, ezért felhagytak ezzel a gyakorlattal. Így aztán napjainkban is nagyon sok helyen láthatunk bunkereket az utak mentén. Jó néhány most magánterületen található. Az élelmes kárpátaljai emberek mosókonyhának használják ezt a felrobbantott bunkert. Ez a másik itt például pince. Talán épp a magánosításnak köszönhető, hogy ilyen jó állapotban maradt meg. Még a vas elemei is épek. Az ilyen kisebb bunkereknél ilyen vasból készült zsaluzást találhatunk, de már csak nagyon ritkán, hiszen egyikből másikból ezek már eltűntek. Megöntötték az alapját, rákerült ez a zsalu, és így öntöttek fel rá felülre még körülbelül 1 méter vastagságú vasbeton szerkezetű tetőrészt, felső részt. Úgyhogy hát ez már ritka, hogy ilyet láthatunk egy-egy bunkerben. Ez például, ez a kis bunker, ez pinceként van átalakítva, Feri bácsi pincét készített belőle. Mások sokkal monumentálisabb építményt emeltek bunkerekre. Ez itt a Szinevéri Nemzeti Parkban például egy szálloda, így is nevezték el, Bunker Motel. Nem csoda, hiszen kőhajításnyira található innen egy viszonylag épen maradt völgyzár.
A Nemzeti Park vezetősége felújíttatta a beomlott föld faerődöt és a hozzávezető futóárkokat. Falépcsőket és korlátokat építettek a magaslatokon kialakított bunkerekhez vezető ösvényen, hogy bárki biztonságosan meg tudja közelíteni a kis erődöket. A parancsnoki bunkert is megerősítették, nehogy beomoljon. A kiszögellő szikláról jól kivehetőek a völgy más részein álló bunkerek, ahonnan a folyómeder és a domboldalak minden pontját tűz alatt tarthatták. Innen több tucat kilométerre délkeletre a Military Hotel nem csak turisták menedéke, hanem egyben látványosság is. Ki gondolná, hogy a föld alatt a szálloda alapját szintén egy Árpád vonalbeli bunker képezi. Nagyon sok turista elcsodálkozik, amikor lejön ide. Jól látszanak a széles, érdes felületű betonfalak. Ezeket szándékosan nem bokoltuk be, hiszen ez adja meg a hely hangulatát. Amikor néhány éve elkezdtük az építkezést, akkor csak betonfalak voltak itt. Sokan a falusiak közül sem tudták, mi ez tulajdonképpen. A munkálatok folyamán töltényhüvelyeket találtunk. Ez bizonyította számunkra, hogy itt egy katonai építmény lehetett. Ennek megfelelően a rakoncátlan vendégeknek egy fogdát is kialakítottunk. Éppen maradt bunkerek sora található Alsókalocsa környékén. Egy itteni születésű kijevi bankár múlt századot idéző falurészt álmodott a községbe. A megvalósítás közben támadt az az ötlete, hogy felújítja a bunkerek egy részét, és turista látványosságot csinál belőlük. A felszerelés a csizmától a géppisztolyon és a messzelátón át a telegráfig gyakorlatilag megegyezik azzal, amit egykor a Magyar Honvédség használt. Azt kell, hogy mondjam, nagyon bonyolult ennek a vidéknek a történelme. Voltak olyan idők, amikor egy hét vagy egy év alatt gazdát cserélt. Emiatt nagyon érdekes, sokrétű a történelmi hagyaték. Nagyon sok nyelvet használtak az itt élők. Ez is megkülönbözteti más helyektől. Nem beszélve a tárgyemlékektől, amelyek itt találhatók. A háború idején kaszárnyaként használt bunkerekben a felújítások után a tulajdonos tábori szállodák létesítését és a védelmi rendszer további felújítását tervezi. A faluhoz közeli területen 2 kilométer hosszan húzódik az Árpád vonal 38 bunkere. Ezek bejárása a 4 felújítottal együtt legalább egy napot vesz igénybe, mert sok a látnivaló. 2000 kiállítási tárgyat lehet megnézni. A vállalkozó szelleműek akár célba is lőhetnek. A védelmi vonal egyébként tovább húzódik a Kraszna csúcs felé, 2000 méteres magasságba. Ez már több napos kirándulást jelent az elszánt fanatikusok számára. Ezen a szakaszon is tervezünk felújítást. A II. Világháború idején étkezdeként szolgáló bunkerekben retro stílusú éttermeket szeretnénk kialakítani, katonai edényekkel, étkészlettel és persze katonai kosztal. Az Árpád vonal kétségkívül leglátványosabb és leglebilincselőbb része a Volóci járási felsőgerebenen, a Vereckei szorostól néhány kilométerre fekvő föld alatti alagútrendszer. A szovjet hadvezetőség évtizedekig őriztette. A rendszerváltozás után, a 90-es évek elején viszont megszüntették a felügyeletét. A határőrök rendszeresen jöttek ellenőrizni. Hogy igazán mit is ellenőriztek rajta, azt én sem tudom. A későbbiekben azonban felügyelet nélkül maradt. A falusiak bejártak nézelődni, mi is ez valójában. Aztán megjelentek a magyar rendszámú autók, és később a turistabuszok is. A magyarok tehát tudták, hogy ez mekkora értéket jelent, mekkora szenzációt. A
turistákat az sem zavarta, hogy a páncéltörő tüzelőállásokat összekötő több kilométeres alagútrendszerben nem volt világítás. Talán a zseblámpák fényében még monumentálisabbnak tűnt a rendszer. Lenyűgöző a látvány maga, építészetileg is, és hát persze történelmileg is az emlékek miatt. Én most már egész biztos vagyok abban, hogy ebből valamit csinálni kell, ami turisztikai látványosság is és történelmi bemutató helye is ennek az egész objektumnak. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen csodálatos helyre kell. Ez egy véletlen folyamán önök által sikerült. Azt hiszem, hogy erre többet kéne foglalkozni, mert ez megérdemelni azt, hogy itt ezt egy rengeteg turista és rengeteg ember lássa. Ez csupán a múlt évben valósult meg, pedig korábban is voltak próbálkozások az alagútrendszer hasznosítására. Egy vállalkozó a 90-es évek közepén csiperkegombát akart benne termeszteni, de ez nem sikerült. Más próbálkozások is voltak, de gyakorlatilag a múlt évig a vandálok szabadon garázdálkodhattak benne, hiszen nyitva volt. Lángszóróval levágták a vaselemeket, amelyeket hulladékként értékesítettek. Mi azzal a szándékkal adtuk ki újra egy vállalkozónak, hogy megőrizze az állagát. Önök is láthatják, hogy ezúttal valóban jó kezekbe került az objektum. A föld alatti bázis felfedezésére Ivánnal, az idegen vezetővel és a beregszászi kés családdal indulunk. Iván a hegyoldalba vágott első helyiségről azt meséli, hogy itt helyezkedtek el az áramfejlesztők, a távirda, innen szabályozták a szellőzőrendszer működését. Ez volt a másfél kilométer hosszúságú alagútrendszer vezérlője. A vezérlőből a főfolyosóba érünk, ahonnan a lőállásokhoz vezető elágazások nyílnak. Jól látszik, miből készült az alagút fala. Iván azt mondja, az egyméteres betonréteget vasráccsal borították, de közte hagytak rést a víz elvezetésére. A vasrácsot még egy 10 cm-es vakolatréteg fedi el. Ez a föld alatti rendszer bázis volt azoknak a katonáknak a számára, akik a fenti géppuskafészkekben vagy a futóárkokban teljesítettek szolgálatot. Négy kisebb alagúton keresztül lehetett eljuttatni hozzájuk a lőszert. Kétszintes az alagút, most a felső szinten vagyunk, ami 35 méterre van a felszín alatt, tehát már ez is bomba biztos. Itt húzódnak a szellőzőaknák is. A föld alatti labirintus mindenkit ámulatba ejt. Nem csoda, hogy készék gyermekei is le vannak nyűgözve. Én játszottam egy ilyesmi játékot, és abba is le kellett győzni az ellenséget, és bunkerekbe bujkáltunk. Ez a bunker ez más, mint amit ott láttál, mint amit elképzeltél? Sokkal másabb, sokkal jobb. Hát meg, hogy nagyon mélyre megyünk le. Félelmetes? Nem. Te se féltél a bunkerbe? Nem. És amikor mentetek föl, volt egy ilyen nagy meredek, emelkedő sok lépcsős, ott se féltél? Egy kicsit. Az alsó szint 20 méterrel lejjebb van. Itt a folyosók kiszélesednek. Más a funkciójuk, mint a fentieknek. Itt volt a lőszerraktár, a kórház és a hálóhelyiség. Itt, ahol most állunk, itt aludtak a bunkert védő század katonái. Háromszintes ágyak voltak felállítva, a folyosó 65 méter hosszú. A ma látogatható folyosók hossza összesen 500 méter. Ez az egyharmada az egész rendszernek. Nagyon fontos volt itt a föld alatt a vízelvezetés megoldása. A felső szintről az északi oldalra, míg a lentiről a délire vezették el a vizet, tehát semmiképpen nem folyhattak egybe. A vállalkozó szellemi turisták az egyik géppuskafészekhez vezető nyíláson hagyhatják el az alagútrendszert. Mi is ezt az útvonalat követjük. Kiérve válik átláthatóvá és érthetővé ennek a védelmi rendszernek a teljes funkciója. De jó, szabadul! A védelmi rendszernek az volt a feladata, hogy megállítsa a keletről előre nyomuló ellenséget. A szintén géppuskafészekben végződő futóárkokat patkó alakban alakították ki a völgy egyik oldalától a másikig. Ágyukat is elhelyeztek a hegyek tövében. Innen tehát be lehetett látni és lőni az egész völgyet 3 kilométer hosszan. Nem hiába akadt fenn ezen a hálón a legyőzhetetlennek vélt szovjet hadsereg. Méltán lehettek rá büszkék azok, akik megtervezték. Ma már elmondhatjuk, hogy az Árpád-vonal kétségkívül a magyar történelem egyik jeles emléke.
egy magyarnak büszkeség ezeken a folyosókon végigmenni, mivel a múltunk, nem is a távoli múltunk köszön vissza, amikor is egy megtépázott magyar állam épp a háború kellős közepén, vagy a háború közepén képes volt egy ilyen nagy volumenű beruházásnak a végrehajtására. Látszott, hogy ők valóban, akik ezt építették, megtervezték, azok valóban meg akarták védeni a hazájukat. Amikor a magyar királyi hadvezetés megépítette az Árpád vonalat, akkor az volt a cél, hogy egy megbízható védelmi rendszert hozzon létre. Akkor talán senki sem gondolta, hogy 70 év elteltével a középkori várakhoz hasonlóan a turisták népszerű célpontja lesz. Ez biztosítja azt, hogy még évtizedek múlva is létezni fog, és beszélni fognak az Árpád vonalról. Kedves nézőink, ezzel mai magazinműsorunk véget ért. Köszönöm figyelmüket, nézzenek minket minden nap. Viszontlátásra!